az Örkény Színház visszatérő vendége a Vidor Fesztiválnak. Az elmúlt évben Molnár Ferenc a Hattyú című művével léptek fel a nyíregyházi közönség előtt, és az előadással 4 díjat nyertek. Az idei produkciójuk Szép Ernő klasszikusának átdolgozása. A szerző éppen 100 esztendővel ezelőtt írta a Patikát, amely javarészt a Mohácsi testvéreknek köszönhetően ma is aktuális. Az alapmű a boldog békeidők hangulatát közvetítette, ám az Örkény Színház előadásában a mai magyar viszonyokra is ráismerhetünk. Az előadás Mohácsi János rendezésében keretes szerkezetet kapott. Nem éreztem igaznak. Tehát ott az érzésem, hogy ott a valami édeskés folyadékban mártotta a tollát a Szép Ernő, akire pedig ez nem nagyon jellemző. Tehát általában sokkal több irónia is, meg tragédia is bujkál a soraiban, mint ebben a darabban. Tehát ezért gondoltam azt, hogy ez maga a Szép Ernő jogosít fel arra, hogy ezt a műtétet elvégezzük. A darab főszerepét Balogh Kálmán patikus segédet, Novkov Máté játsza, aki 3 évvel ezelőtt kapta meg színészi diplomáját, és ez az első főszerepe. Én Balogh Kálmán vagyok, Balogh Kálmán, aki Pestről érkezik, a fővárosból jön a Laposladányban, egy viszonylag ilyen zárt közösségbe, és hát a boldogságát keresi. Egy nagyon borzasztóan naív ember, aki a szerelmet, a boldogságot keresi, és gyakorlatilag ezt az utat járja be Kálmán. Az előadásban hangsúlyos szerepet játszik a zene, amelyet élő zenekar szólaltat meg a színpadon. Én ezt a fajta dolgot nagyon kedvelem, amit a Mohácsi Jánosnak az előadásai megengednek, azt, hogy nem csak számokat lehet játszani, hanem tulajdonképpen végig lehet zümmögni az egész előadást, mert akkor nagyon lehet figyelni a szövegre, és a szöveghez képes lehet zenélni. Magyarán olyan ambient zenét lehet játszani, amiben a színet is nagyon fontos szerepet tud játszani. Pontosabban akkor játssza a legnagyobb szerepet, amikor sokáig szól egy ilyen, tulajdonképpen ha a szövegre figyel a néző, akkor föl sem fedezhető zene, de amikor megszűnik, akkor visszamenőleg is van annak jelentése, és a csendnek is plusz jelentése tud születni. A Vidor Fesztivál hátralévő programjában fellép többek között a Nemzeti Színház, a Szabadkai Népszínház, a Játékszín és az Orlai Produkciós Iroda is.